Ocella Eszter vagyok, profi bikini fitness versenyző. Ha kíváncsi vagy, hogyan zajlik egy felkészülésem, és mi megyek keresztül, akkor tarts velem. Ez itt a versenyző naplója. Nincs más hátra, mint bekészíteni a táplálékkiegészítőimet. Ez is egyébként bőven belefér ebbe a kis táskába, úgyhogy mutatom a kánaát. Táplálékkiegészítők terén a fehérjeporok mindig is jelen voltak a szekrényemben, viszont amikor elkezdtem versenyezni, akkor még egy picit specifikusabban utánolvastam, és szeretek betározni, hogy ne legyen az, hogy akkor egyszer csak elfogy, és hát nem tudom, mit csináljak. Tehát itt rejtőznek a táplálékkiegészítők, amiket nem csak versenyfelkészülés közben, de off-szezonban is szedek. Le kell, hogy rakjak, mert így nem tudok gesztikulálni. Szóval, ami nagyon fontos és elengedhetetlen, az ugye a fehérje. Ebben egyébként az Isovay Zero fehérjéket szoktam fogyasztani. A jelenlegi kedvenc ízem ez a mogyoró krémes. Rengetegféle fehérjét kipróbáltam, és nem szeretem azt, amiből ilyen óriási nagy puding lesz, amikor összerázzuk, meg azt sem, amilyen nagyon nehezen oldódik. Viszont ez az, ami nekem tényleg egy perc alatt feloldódik, és tök jó állaga van. Úgyhogy ezt egyébként nagyon sokrétűen szoktam felhasználni, nem csak shake-ként, hanem sütibe, reggelibe, túróba, nagyon sokrétűen felhasználom. Ami tényleg ilyen napi essential, a BCA plusz glutamin, ebből is a zero, kedvenc íz, a barackos iced tea, ilyen. Illetve most tesztelem már egy hónapja ezt az EAA zérót, ebből a kékszőlős íz, ez is nagyon finom, úgyhogy ez is jön ma velem az edzésre. Illetve reggel szoktam még C-vitamin, magnéziumot, hogyha esetleg egy picit mondjuk egy fotózásra készülök, vagy egy bemutatóra, és úgy érzem, hogy van rettem egy picit fölösleges víz, és éppen ugye nem versenyfelkészülésben vagyok, akkor a dessertet, természetes vízhajtót szoktam használni. Ez most nem jön velem, de egyébként ez is egy nagyon jó kis termék, és tök hasznos, hogyha mondjuk egy olyan eseményre készülsz, ahol csak egy tényleg egy minimális víztől szeretnél megszabadulni természetes módon. És ami még velem jön, ez az Artrogard, ez azt hiszem, hogy most narancs ízben van nálam. Térdfájós vagyok, így családi, úgymond betegség az izületi fájdalom. Úgyhogy ízületvédő nélkül egy tapottat sem teszek, különösen lábedzés előtt. Kevésbé is ropog a térdem, úgymond, és kevésbé is fáj. Nemrég ezt pont kihagytam, de ez egy kollagén por, kapszulában is szedtem egyébként, de ez most egy málnás ízesítésű. Én úgy vettem észre, hogy a bőrömre is nagyon jótékony hatást gyakorol. Azt gondolom, hogy nagyon hasznos, nagyon finom. Egyébként van benne még plusz hialuronsav, C és E vitamin is, egy új kedvenc. Azt hiszem, hogy marad a paletten. Óriási nagy fehérje szelet fan vagyok. Legtöbbször velem van egy vagy két darab, néhányan próbálok maximum napi egyet fogyasztani, de mivel ezek viszonylag nagyobbak, így van, hogy a felét mondjuk csak napközben megesztegetem, a másik felét mondjuk edzés után, de a nasik tényleg fontosak, hogy az ember, amikor már farkaséhes, de melózik, épp mondjuk nálam például, hogy forgatás közben vagyok, nem tudok kimenni, nem tudok kaját venni, épp és mondjuk nem tudtam főzni, akkor legyen valami olyan, amivel nem teszünk rosszat magunknak, de mégis egy kicsit ki tudjuk húzni addig, amíg valójában tudunk enni. Na, akkor most gyorsan összekészülünk az edzéshez. Viszünk egy cipőt, egy nadrágot, illetve ami még kellni fog, egy kis törölköző, azt még mindjárt hozok. Off-szezonban szoktam egyébként néha tartani egy kis kreatin kúrát, ehhez ezt a kreatin PHX-et használom, illetve ebbe a kis shakerbe rakunk egy BCR glutamin zérót, amit már említettem, barackos iced tea ízben. Ha ezek megvannak, a kajás táska megvan, úgyhogy készen állunk az edzésre. Biotekusa, the feeling of success. További inspirációkért kövess minket Facebookon és Instagramon, iratkozz fel YouTube csatornánkra és látogass meg a weboldalunkat.